Új technológiák azok hogyan, hogyan segítik azt, hogy minél ideálisabb pótlást tudjunk készíteni, minél egyszerűbben, és talán azt is, hogy minél gazdaságosabban tudjuk mindezt megtenni. Nagyjából ennyi az, amiről szól az előadásom. Nagyon hasznos lesz azt gondolom mind fogorvosoknak is, azoknak is, akik már látták a korábbi előadásaimat. Uh, ugyanakkor fogtechnikusok is sokat tanulhatnak belőle, tehát sok szeretettel várom uh, őket is, és azt gondolom, hogy olyan témák is lesznek, amit ő, amik őket is uh, érintik. Ugyanis az a tapasztalatom a saját praxisomban, meg hát amit úgy általában látok, hogy, uh, hogy általában minden meglévő fogpótlásnak vagy mindegy, hogy milyen beavatkozásról beszélünk, legyen az koronahíd híd, implantátum, a rögzülő fogpótlás, vagy kozmetikai beavatkozások, mindegyiknek az ahilles sarka, az valahol a kapcsolat a paradoncium és a fog és a fogpótlás között, tehát az incél közelében van, mind esztétikai szempontból, mind a biológiai szempontokból, tehát hogy hogyan, vagy mennyire kerülnek oda be baktériumok, illetve formailag is talán ez a, ezeknek a beavatkozásoknak az ahilles harka. és ugye ezt a kapcsolatot fejtegetem egy kicsit a különböző fogpótlás, vagy hát különböző beavatkozás típusok külön-külön részletezve, tehát az implantátumok, a koronák, illetve a kerámia héjak, és talán ezt egy picit onnan is megközelítve, hogy az új technológiák azok hogyan, hogyan segítik azt, hogy minél ideálisabb pótlást tudjunk készíteni, minél egyszerűbben, és talán azt is, hogy minél gazdaságosabban tudjuk mindezt megtenni. Nagyjából ennyi az, amiről szól az előadásom. Nagyon hasznos lesz azt gondolom mind fogorvosoknak is, azoknak is, akik már látták a korábbi előadásaimat. Ugyanakkor fogtechnikusok is sokat tanulhatnak belőle, tehát sok szeretettel várom őket is, és azt gondolom, hogy olyan témák is lesznek, amik őket is érintik. Tehát azt gondolom, hogy az előadás nagyon érdekes lesz fogorvosoknak is, azoknak a fogorvosoknak is, akik a korábbi előadásaimat már látták, illetve olyan témákról fogok beszélni, amik a fogtechnikusok számára is érdekfeszítőek és hasznosak lehetnek, és ezáltal ők is sokat tanulhatnak ebből az előadásból. Tehát én azt gondolom, hogy mind a két fél számára hasznos lesz, és mindenkit szívesen látunk, illetve várunk a Dental